Ezek mindenkit az Argonscope látható itt, amit nagyon sokan most szeretnétek ugye megvenni a traden, mert ugye nem tudtok megszerezni ezen a Shadow Stalker-es küldetésen. Na most nézzük meg, hogy mi ez az Argonscope. Az Argonscope egy rifle mod, amely hát úgy hangzik, hát így nyers fordításban, hogy fejlődéskor 135%-os kritikális damage-re ad esélyt, vagy chance, hogy esélyt ad, hogyha aiming ráközelítünk, szerintem az úgy lehet fordítani, és ez csak 9 másodpercig, szóval hogy nem tudom, ez egy nagyon nagy, eléggé csavart mod. Ez a mod nem ad konkrét csak critical chance-et, ez csak akkor, ha ezt csinálod, ha azt csinálod, ez egy esélykártya, és nem tudom, hogy ott akarni az esélykártya, akkor én rühellem. Vagy megcsinálja egyből azt, amit kell csinálni, vagy ne is csinálja a kártya, szóval. És az a legbosszantóbb az egészben, hogy ez a kártya még mindig ilyen 200-300 platba kerül, amikor még nem volt ez a Shadow Targets küldetés, akkor sokkal drágább volt, és oda vannak érte, és csak ez kell, és a Miming Strike együtt kézen fogva imádjátok ezt a kártyát, pedig egy rakat szar. Én is próbáltam már, és ugye rifülőbe való, soha már beraktam, semmiféle piros kritet nem adott, semmit, egy lófas sem. Nekem is meg volt. 500 paté vettem még régebben, aztán el is tudtam passzolni ezt a szutyok modot. Én nem értem, nem tudom egyszerűen fölfogni, hogy miért szeretitek ezt a modot. Hát nem tudom, nekem ez a véleményem róla, és ha remélem megfogadjátok, basszus, mert ez tényleg fölösleges, fölöslegesen dobtak ki 200-300 platot. Olyan modokat vegyetek, ami rá van írva, hogy mit tudom én, ha úgy lenne ráírva, hogy mit tudom én, Argonscope 135%-os kritikális chance, akkor azt mondom, hogy jó, mert akkor olyan, mint a Blood Rush a millénél, hogy tényleg ad 135%-os kritikális esélyt a fegyverre. De így, hogy ha fejlevést adsz, hajrá között, és csak 9 másodpercig, ez nem működőképes. Ez egy hatalmas átverés a Miming Strike-kal együtt, fölösleges. Inkább a kedvenc fegyveretekhez vegyetek ugyanennyi, inkább vegyetek egy, inkább 1000 platé vegyetek egy kurva drága Riven modot a fegyveretekhez, ami jó damage-et, vagy jó crit-et, multishotot, vagy akármit ad, és az biztosan erősíti a fegyveret, mint ilyen esélykártyát. Nekem ez a véleményem róla, úgyhogy ha gondoljátok, megfogjátok, ha nem, akkor nem. Köszönöm a figyelmet, hallóztok!